Jó reggelt! Itt hajnal 4 óra van, ott 5. Értsék meg, megint fölkeltett az űrhajó. Ami nem tudom megértetni az űrhajóval, hogy néha... Annyi magából, aki szüksége lehet rám, addig nem tudok normálisan dolgozni. Ki a tököm kell föl 4 órakor, mert elfejtettek az űrhajón őrséget váltani, és nekem kell itt felügyelnem önöket. Tehát jó reggelt, 4 óra van, adok mindjárt egy kávét. Emberek! Ott a magyarba. Elterjedt egy pletyka, subadó a taptarap, mivel önök SMS-ben terjesztettek ki pletykát, a repülők, azért van rajtuk ez a kis, mi ez, ilyen kis cápácska, egy kis cápa. A cápa repülők, nagyon vigyázzanak velük, bármilyen SMS kódot, vagy bármilyen telefonbeszélgetést jobbra-balra üzengetnek mindenféle derivációba, de nagyon intelligensek, én fejlesztettem a szoftvert, jó? Tehát csak nézzenek rám, jó? Elterjedt egy pletyka, önök jobbra-balra a telefon irozgattak, és a repülők ide-oda üzengettek, e-mailbe, SMS-be telefonálgattak is. Az a biztosítós telefon, értsék meg, amikor ilyen embereket hívna, én is szokott hívogatni, föl sem veszem, az a repülőgép. De. Az egy UFO, és ide-oda intézkedget. Én olyokat bele szoktam rúgni, amikor repkedek, de... Némelyik, ők nem tudják, milyen perben vagyunk velük. Mindjárt mondom a repülőgépes peremen, de... De, mert én perben vagyok, ez a családom, jó? Tehát... Nem tudom, milyen pletyka terjedt el. Hölgyeim! Hogyan lenne már maguknak, vagy ezeknek itt, Marietták közem, hogyan lenne már egy nőnek 32 szeretője egyszerre? Hirtelen egyes hölgyek iránt megnőtt a népszerűség. Igen, repülő ide-oda hazudgált. De hogy lenne már 32 szeretőjük? Ott mindenkinek 32 szeretője van. Jó, rendben. Hol az enyém? Itt mutattam az ajtót, jó? Tehát, hölgyeim, intézkedjenek, jöjjenek be a csorba 32-en. Nem férünk meg a szobába, de nem érzik. Egy. Ha önöknek 32 szeretője van, akkor nekem is. 2. Mi a faszomnak lenne a 32 szerető? Mi a faszomnak-e 32 csávó? Már egy is sok lenne a 32. Értsék meg, ha ilyen férjük van, mint ez a Henrik, miért tökömet csak 30 egy másik csávóval? Hát mindig csak mondanám nekik teljesen őszintén, de... Mert ez egy... Tehát... Én vagyok a Zsuzsika, az én férjem ez a Henrik, már az is sok... Hagyjanak már ezzel a baromsággal, ez egy nagy szerelem, ne idegesítsenek! Ilyen nyugodtan, de... Szeretném, ha nem lenne... 32 szeretőjük, jó? Egy kis férjük legyen csak, jó? Nem akarok hazudgáltatni, mert eltűntek a gyerekeik, meg ilyenek, meg az apjuk, anyjuk. Igen, nem szeretnék hazudgáltatni. Mindenki ilyen szempontból szabad könyves, jó? De. Én is tegnap elutaltam a pénzt, kaptam rá SMS-t, és este jött a házi bácsi a nejével, a Szajmon, meg a Szomája. Ez a nevük. Jó, tehát nem össze-vissza utalgatunk pénzt, én is a Szajmonnak utalgattam, jó? Legyek szívesek mindent leőzni személyesen, jó? Mi is pedig a viccet? Koála csaj a bárba. SMS. Kis szívem, hol vagy? Ott hozzá egy balszom. Én mi a férj? Én meg mögötted, jó? Tehát... Legyen szívesek személyesen ellenőrizni mindent, jó? Mert én már nem bírhassam magukat, jó?